Most napirend utáni felszólásra jelentkezett Szelényi Zsuzsanna képviselőasszony függetlenek részéről, többség csendjéről címmel. Önnél a szó, képviselőasszony. Tisztelt képviselőtársaim, hölgyeim és uraim! A demokrácia lényege, hogy a választópolgárok lecserélik a hatalmon lévőket. De ők szavazzák meg az ellenzéket is. Vagyis azokat, akiknek kötelességük rajta tartani a szemüket azokon, akik hatalmon vannak. A magam részéről nyitott vagyok a vitára és a kritikára. Törekednünk kell arra, dolgoznunk kell azon, hogy a vita és a kritika ne változzon egyfajta politikai polgárháborúvá. Egyetlen országunk van, és ez épp annyira azoké, akik a kormányra szavaztak, mint azoké, akik az ellenzékre. Sajnos azoktól, akikkel beszélgetek, mindig ugyanazt a dolgot hallom. A parlamentben és a parlamenten kívül folytatott politikai vita nem érinti az átlagemberek problémáit. A politikusok tartozzanak bármelyik párthoz, hátat fordítanak az embereknek. Ma a többség torkig van a vitákkal és a cívódásokkal. Ez a csendes többség, mert az az érzése, hogy senki se figyel a szavukra. Ezek az emberek politikai pártállásuktól és világnézetüktől függetlenül nehéz munkával biztosítják a maguk és családjuk megélhetését napról napra. Én ezt a csendes többséget szeretném szolgálni. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy sokan elégedetlenek azzal, ami ma történik. Úgy érzik, nem minden halad a jó irányban. Mindenekelőtt kevés bizadalmuk van a közintézményekben. Ez vonatkozik a parlamentre is, sőt, leginkább a parlamentre vonatkozik. Ezért szeretném világosan kijelenteni, hogy mi nem a magunk ügyét képviseljük itt. Mi az emberek ügyét képviseljük. Véleményem szerint a legfontosabb feladatunk, hogy az emberek politikába, demokráciába és a politikusokba vetett bizalmát erősítsük és visszaállítsuk. Tudom, hogy ez nem könnyű feladat, de úgy gondolom, hogy nem is lehetetlen. Hölgyeim és uraim! Az állampolgárok bizalmának visszaszerzéséhez a pártok közötti megállapodásra van szükség. Egyértelmű, közös elhatározása a viszályokon való felülemelkedésre. Az államnak olyan törvényi feltételeket kell teremtenie, amelyek a közös sikert lehetővé teszik. Nem hordhatunk, nem hozhatunk azzal a tudattal döntéseket, hogy mindenki csak azt lesi, hogyan kerülje meg, vagy játsza ki a törvényeket. A törvénysértőket természetesen meg kell büntetni. De a törvény szellemének a becsületes emberek érdekeit kell szolgálnia. Az adópolitikában széleskörű egyensúly megteremtésére kell törekednünk. Egyfelől az adórendszer nem sújthatja az embereket azért, mert invenciózusak, szorgalmasak és hatékonyak. Másfelől azonban támogatni kell mindazokat, akik a leginkább rászorultak. Minden szabad országban viták folynak arról, hogy a kormány beavatkozhat-e az állampolgárok magánéletébe. Hogyan lehet egyensúlyt teremteni az emberek biztonságérzetét szolgáló intézkedések és az emberek természetes szabadság szükséglete között? Tisztában vagyok vele, hogy mindközül talán ez a legnehezebb feladat, amely előttem áll. Ehhez nem egyetlen lépés megtételére van szükség, ez nem vihető végbe egyetlen rendelkezésre. Ahhoz, hogy változást érjünk el, az egész kormány hatalmas munkájára van szükség. A 99%-os szabályt kell alkalmaznunk, vagyis a népesség 99%-át kitevő, becsületes emberekre kell gondolnunk, nem pedig az 1%-nyi ügyeskedőkre. A csendes többség szolidaritását új értelemmel kell felruháznunk, minden helyzetben, minden nemzedékben és minden korban. Így beszélt Éva Kopacz, lengyel miniszterelnök, az ő beiktató beszédéből olvastam fel részleteket. Köszönöm szépen! Következő napirend utáni felszólásra jelentkezett Kéz Zoltán képviselő függetlennek részéről, annektálásról és az igazságosságról címmel. Önnél szó, képviselő úr. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, hölgyeim, uraim! Ha Európa a múltból tanulhatott valamit, hát azt, hogy az engedmények csak az agresszor étvágyát növelik, hogy aztán újabb követelésekkel álljon elő.
Pontosan egy évvel ezelőtt, alig 1000 kilométerre tőlünk kiéleződött a helyzet, és most mindenki a megoldásra vár. Mára Európa egész hidegháború utáni biztonsági rendszere összeomlott. Nem ezt bizonyítja a Krím-félsziget elfoglalása és a megtálása? Korábbi belső biztonsági érzetünk a múlté. Ukrajnában háború van. Naponta embereket ölnek. Most, ezekben a pillanatokban is. Ez egy új típusú háború, amelyben az agresszor gátlástalanul alkalmazza a legújabb fegyvereket, miközben nyilatkozataiban rendre félre beszél. A demokratikus világ a mai napig csak szankciókat hozott az agresszor ellen, Ukrajnát pedig morálisan, politikailag és gazdaságilag is támogatta. Remélem, hogy ez az erkölcsi segítségnyújtás erős marad. Szükséges az a tudat, hogy Európa ebben a kérdésben egységesen lép fel. Minden nemzet jelenét és jövőjét azok az értékek határozzák meg, amelyeken az állam és a társadalom alapul. Alapvető elveink az alkotmányunkban vannak lefektetve. Kivívtuk a függetlenségünket, demokratikus államot hoztunk létre és törvénybe iktattuk minden ember alapvető jogait. Amit elértünk, az nem egyszerűen csak az ölünkbe hullott. A szerteágazó ösvények kertjében kellő bölcsességünk volt ahhoz, hogy a jelenhez vezető utat válasszuk. De mindazok a dolgok, melyek ideig juttattak bennünket, nem visznek már tovább. Minden generációnak meg kell fogalmaznia, mit ért nemzet alatt, mert csak így tud alkalmazkodni a jelenhez. Az élet nagyon is változik. A 30 éven aluliak nem emlékezhetnek a szovjet megszállásra, nem emlékezhetnek arra, hogy mennyivel szegényebbek voltunk, mint a nyugati országok. Hogy vízumra volt szükségünk az utazáshoz, és hogy a NATO és az Európai Unió messzi célok voltak, de leginkább csak álmok. A jövőnket építjük. Ugyanakkor rettentő konzervatívak vagyunk, olyan elvekhez ragaszkodunk, melyek 20 éve tűntek érvényesnek. Például az, hogy az államra egyre nagyobb feladatok hárulnak, nem vezethet ahhoz a feltételezéshez, hogy az állam mindent meg tud és meg akar csinálni. Tegyük fel magunknak a kérdést. A társadalmat tényleg ilyen mértékben az államtól érkező utasítások és tiltások alapján kell szervezni? Az állam a szabadságra épül. Megismétlem, elsősorban a szabadságra, az igazságra és az igazságosságra. Törvényeinket és egyre szaporodó szabályzásainkat és előírásainkat látva, melyek a rendőrséget és a hivatalnokokat egyre szélesebb jogkörrel ruházzák fel, a következő elkerülhetetlen kérdés fogalmazódik meg. Tényleg olyanná vált a helyzet, hogy minden embert potenciális bűnözőként vagy gyenge elméjüként kell kezelnünk? Úgy tűnik nekem, túlzásba vittük a rend iránti szenvedélyünket. Én sokkal inkább szeretnék olyan országban élni, ahol az állam bízik a polgáraiban és a civil társadalomban. Elvégre az emberek többsége felelősségteljes és megbízható, képes előre megfontolni tettei következményeit, és embertársaitól elismerést vár, nem pedig megbélyegzést. Mit jelent mindez nekem most a közeli háború árnyékában? Ez az én igazságos köztársaságom lenne? Az én köztársaságom ez? Azt mondom, az önöké és az enyém. Mindannyiunké. És ha ez igaz, nincs okunk, hogy magunkban vagy a sorsban hibát keressünk. Ekkor Észtország valóban a mi köztársaságunk, és az is marad. Thomas Hendrik Ilves, észt elnök beszéde 2015. február 24-én az észt függetlenség napján. Köszönöm szépen. Következő napirend utáni felszólásra jelentkezett Ikotics István képviselő az LMP részéről, a civilizációs modellről címmel. Önni a szó, képviselő. Ragadjuk meg a lehetőséget, és tegyünk fel magunknak néhány kérdést. Azt kérdezem magamtól, mi történne ezzel a bolygóval, ha Indiában az emberek családonként ugyanannyi autóval rendelkeznének, mint a németek? Mennyi tiszta levegő maradna nekünk, hogy belélegezhessük? Még világosabb leszek. Van-e a világon jelenleg annyi erőforrás, ami lehetővé teszi, hogy 7 vagy 8 milliárd ember ugyanolyan fogyasztási szintet és pazarlást élvezhessen, mint a leggazdagabb nyugati társadalmak? Lehetséges lesz ez valaha is? Vagy egy egészen másfajta párbeszédet kell megkezdenünk? Mert mi hoztuk létre ezt a civilizációt, amiben élünk?
A piac és a verseny termékeit, ami egy elképesztő és robbanásszerű anyagi folyamatot indított el. A piac azonban piacközösségeket hozott létre. Ennek lett a végeredménye globalizáció, ami azt jelenti, hogy az egész bolygót irányítjuk. De mi irányítjuk a globalizációt, vagy a globalizáció irányít bennünket? Lehet a könyörtelen versenyen alapuló gazdaságban szolidaritásról, és arról beszélni, hogy mindannyian egyek vagyunk? Milyen messzire terjed a testvériességünk? Az előttünk álló kihívás hatalmas. A nagy válság nem annyira gazdasági válság, sokkal inkább politikai. Ma már nem az emberek uralják azokat az erőket, amelyeket szabadjára eresztettek, sokkal inkább ezek uralják az embereket és az életüket. Mert nem azért jöttünk erre a bolygóra, hogy egyszerűen csak fejlődjünk, tekintet nélkül mindenre. Azért jöttünk erre a bolygóra, hogy boldogok legyünk. Mert az élet rövid, és egy pillanat alatt véget ér. És az egyetlen anyagi eszköz sem olyan, értékes, mint az élet. Ez mindennél fontosabb. De az élet úgy csúszik ki ujjaink közül, hogy dolgozunk, folyton csak dolgozunk azért, hogy többet fogyaszthassunk. A fogyasztói társadalom a motor, hiszen végül is, ha a fogyasztás megbénul, a gazdaság leáll. Ha pedig leáll a gazdaság, a stagnálás kísértete jelenik meg mindenki előtt. Pedig éppen ez a túlfogyasztás az, ami a bolygóra veszélyes. Ezt a túlfogyasztást pedig azzal tudják fenntartani, hogy rövid ideig használható eszközöket gyártanak, mert úgy sokat lehet eladni. Így egy izzó élettartama alig 1000 óra, pedig vannak olyan izzók, amelyek 100 000 órát égnek. De ilyeneket nem szabad gyártani, mert az problémát okoz a piacon. Mert dolgoznunk kell és fenn kell tartanunk, használd és dobd el civilizációt. Így aztán egy ördögi csapdába kerültünk. Ezek a problémák politikai természetűek. És azt mutatják, ideje, hogy megkezdjük a harcot egy új kultúráért. Nem arról beszélek, hogy menjünk vissza az őskorba, vagy a visszamaradottságot magasztaljuk. De ezt nem folytathatjuk a végtelenségig. Nem irányíthat mindig bennünket a piac. Épp ellenkezőleg nekünk kell a piacot irányítani. Rá kell jönnünk, hogy nem a vízkészletek válságos helyzete és a környezettel szembeni erőszak az igazi ok. Az igazi ok az a civilizációs modell, amit mi hoztunk létre. És az életmódunk az, amit felül kell vizsgálnunk. Az az ember, aki 8 órát dolgozik, 2 vagy több állást is vállal ezen felül. De miért? Mert havonta kell fizetnie hitelből megvett autóért, hitelből megvett lakásért, és fizetnie kell, és fizetnie kell. És amikor mindezzel végzett, rájön, hogy egy reumás vénember, és már vége is az életének. És akkor megkérdezhetjük. Hát ennyi az emberi sors? A fejlődés nem lehet a boldogság ellen. Az emberi boldogságot kell szolgálnia, a föld szeretetét, az emberi kapcsolatokat, gyermekek nevelését, barátságok ápolását, az alapértékek őrzését. Pontosan azért, mert ez a legértékesebb kincsünk, a boldogság. Amikor a környezetért harcolunk, nem szabad megfeledkeznünk róla, hogy a környezetünk legalapvetőbb eleme épp az emberi boldogság. Epikúrosz, Szeneka azt mondják, nem az a szegény, akinek kevés vagyona van, hanem az, akinek a végtelenségig többre van szüksége, és örökké többet és többet kíván. José Mujica, Uruguay nemrég lemondott elnöki, mai napig maga termeli meg az ételt, amit eszik, jövedelmének, fizetésének 90%-át rászorulóknak adja. Az ő beszédét idéztem. Azért, hogy az ő szellemiségét megidézzem, mint egy követendő példát. Köszönöm a figyelmüket. Következő napirend utáni felszólalásra jelentkezett Szél Bernadett képviselő az LMP részéről, a szexizmusról és a nőgyűlöletről címmel. Megadom a szót, képviselőasszony. Tisztelt képviselőtársaim, hölgyeim és uraim! Ez nem Éva Kopacz, Angela Merkel vagy Erna Szoltberg beszéde. De nem is Benazir Bhutto, Margaret Thatcher, Golda Meir, Indira Gandhi vagy egy magyar miniszterelnöknő, hanem Julia Gillard, volt ausztrál miniszterelnöknő parlamenti beszéde.
Képviselő úr szerint a szexista nézeteket valló és nőgyűlölő emberek alkalmatlanok magas hivatali pozíció betöltésére. Ez a férfi se engem, se a kormányt ne akarjon a szexizmusról és a nőgyűlöletről kioktatni. Remélem, van képviselő úrnál egy darab papír, és már fogalmazza is a lemondását. Mert ha azt szeretné tudni, milyen, amikor a nőgyűlölet testet ölt a modern Ausztráliában, nem a képviselőházban kellene indítványt előterjesztenie, hanem elő kellene vennie egy tükröt. Nézzük csak meg, milyen visszatetsző, milyen visszataszító kettős mércét alkalmaz képviselő úr, amikor a nőgyűlöletről és a szexizmusról van szó. Míg az előző kormányminisztereként részt vett egy beszélgetésen, amely a nők Ausztrália hatalmi intézményeiben való alulreprezentáltságáról szólt. Idézem őt magát. Ha igaz is, hogy a férfiak általában véve nagyobb hatalommal rendelkeznek, mint a nők, baj az? Mi van, ha a férfiak fiziológiailag és vérmérsékletük alapján alkalmasabbak a hatalom gyakorlására és utasítások kiadására? Ez a férfi prédikál nekünk szexizmusról? Képviselő úr mélyen megsértett engem és minden ausztrál nőt, amikor a szénadó elleni kampánya során ilyen kezdetű mondat hagyta el a száját, amit az ausztráliai feleségeknek vasalás közben meg kell érteniük. Aztán képviselő úr megsértett engem, amikor e fölött, az asztal fölött, így ahogy most itt ülünk, azt mondta nekem, amit férfinak a miniszterelnöki székben soha nem mondtak volna, hogy ha a miniszterelnök politikai értelemben őszinte nőként akar viselkedni. De megsértett, amikor kiment a parlament elé és beállt a Lea Banyával feliratú poszter elé. Megsértett, amikor odaállt az elé a transzparens elé, ami engem egy férfi szajhájának nevezett. Engem ezekkel a dolgokkal képviselő úr napról napra, újra és újra megsértett. Nőgyűlölet és szexizmus. Ez az, ami minden egyes alkalommal teret nyer, mióta képviselő úr abban a székben ül, és én ebben a székben ülök. És most majd azt várja, hogy komolyan vesszük, hiszen végre maga mögött hagyok mindent, amit korábban mondott, úgymond ráeszmélt, hogy te jó ég, van ez a szexizmus nevű dolog, és na hát van ez a nőgyűlölet. Vajon ki a szexista, vajon ki a nőgyűlölő? Képviselő úr mindig példás hajlandóságot mutat arra, hogy megmondja, mi az, amiért én vagy mások felelősek vagyunk. A legkisebb lelkifurdalás nélkül tudja maga mögött az összes korábbi kijelentését, hogy hasonlók miatt valaki mást nyilvánosan megkövezzen. Képviselő úrnak mindazonáltal nem ártana komolyan elgondolkodnia arról, hogy mi a nők szerepe a közéletben és az ausztrál társadalomban, mert mi ennél jobb megítélésre vagyunk jogosultak. Julia Gillard volt ausztrál miniszterelnök nő, parlamenti beszédét hallgatták. Köszönöm a figyelmet!